A trianoni békeszerződést, mely feldarabolta az akkori Magyarországot, 1920. június 4-én írták alá, a mai napig megemészthetetlen traumája a magyar nemzetnek. 2010 óta azonban nem csak a megemlékezés, hanem az újraépítkezés, a nemzeti összetartozás napja is. A mai fiatalok többet tudnak Trianonról és a határon túli magyarokról, mint a korábbi generációk, mondta a sajtótájékoztatóján Potápi Árpád János. A nemzetpolitikai államtitkár emlékeztetett, hogy a Határtalanul programban eddig 500 000 gyerek vett részt, akik barátokat szereztek maguknak Kárpát-medence szerte. A Nemzeti Összetartozás napja idén egybeesik a csíksomlyói búcsú hétvégéjével. A legnagyobb tömeget oda várják. Lesz zarándokvonat és lovas zarándoklat is, a lovasok pedig imaüzeneteket visznek majd el közösen az oltárhoz. Az eddig beérkezett üzenetekből is idéztek a sajtótájékoztatón. A szövegek jelentős része a békéért fohászkodik. Az idei rendezvényeknek is az elsődleges célja az, hogy össze tudjuk kovácsolni még inkább magyarokat, éljünk akár Magyarországon, Kárpát-medencében, illetve a diaszporában, és mindannyian minden megtegyünk annak érdekében, hogy a nemzeti összetartozás tudatot, érzését meg tudjuk erősíteni. A rendezvény sorozat jelentős részét a Magyarság Háza szervezi. Budapest mellett több erdélyi településre is helyeznek ki programot, és vajdasági vendégeket, résztvevőket is várnak. Horgosról gyermektánc oktatás érkezik a horgosiak közreműködésével, a Szabadkai Gyermekszínház itt lesz, népi játékok lesznek, egész nap családi programokra várjuk az ideérkezőket, 4 évestől a 94 évesig. Kézműves foglalkozások Erdélyből, Felvidékről, Palóc vidékekről, illetve Vajdaságból érkeznek. Budapesten zenés táncos estet is tartanak 7-7 címmel. Ezen az egész Kárpát-medencéből érkező művészek lépnek fel. Vajdaságból Táborosi Margaréta, Horváth Blanka, Székely Bea, Szűcs Dávid, valamint a Pannon RTV-ből is ismert Sóti Júli és Sánta Zoltán is közreműködik.